Őszinte, naprakész, hiteles. Ezentúl Magyarország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. A 3 milliárdos csalással gyanúsított Ceglédi Csabát indíthatják a szocialisták egyéni képviselőjelöltként Szombathelyen, tudta meg a Magyar Idők. Az előzetes letartóztatásban lévő MSZP-s politikus pártja választási listáján is befutó helyre kerülhet, így mandátum szerzése majdnem biztosra vehető, vagyis gyanúsítottként a parlamentbe is bekerülhet. A lap szerint Gyurcsány Ferenc és Botka László egykori ügyvédjét úgy próbálják eladni a választóknak, mint a fasizálódó Orbán rendszer üldözöttjét. Ceglédit és társait azzal gyanúsítják, hogy összesen 3,3 milliárd forintnyi áfát és személyi jövedelemadót nem fizettek meg az államnak. A politikus cége, a Humán Operator ZRT pedig több ezer diák és nyugdíjas bérét csalta el. A stúdióban köszöntöm Budai Gyulát, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát kezdjük el azzal a megdöbbentő hírrel, ugye, hogy komolyan felmerült szocialista berkekben, hogy elindítják Szombathelyen egyéni képviselőjelöltként Ceglédi Csabát. Mit szól ehhez? Elég megdöbbentő a hír. Én is olvastam, és nekem az a véleményem erről, hogy valóban eljutottunk oda, hogy az egymással veszekedő baloldal, akik nem tudnak megegyezni a jelöltekbe, minden nap mást mondanak egymásra, akár itt van a csepeli esemény, ahol a Bangóné és a Szabó Szabolcs folytonosan szidják egymást, és sorolhatnánk a többi olyan körzetet, ahol vita van. Tehát az egymással veszekedő baloldal egy dologban teljesen egyetért, ez pedig a Cegléd ügy. És ebben a dologban az MSZP, a DK, az Együtt, a Párbeszéd, mindenki összezárt, és ez mögött az összezárás mögött én azt gondolom, hogy egy óriási svindli létezik, ami abból indul ki, amit én korábban is elmondtam, hogy valóban Ceglédi Csaba egy stróman, Gyurcsány Ferenc strómanja, és az egész Ceglédi ügy, akár a Humán Operator ZRT-nek az ügye, akár az Altus Portfolio Kft. És a Ceglédi között létrejött kölcsönök, ezek semmi másról nem szólnak, mint pártfinanszírozásról, és a pénzt mindenképpen a DK és az MSZP kasszájában kell keresni. Ugye ez egyelőre gyanú, az eljárás folyik, tehát még ezeket ugye bizonyítani kell, illetve ítélet kell, hogy szülessen Ceglédi Csaba ügyében, de mi állhat annak a hátterében, hogy őt egyetlen tervezik indítani Szombathelyen? Tehát lehet, hogy mondjuk amíg az eljárások, a bíróság eljárások nem folynak le, és őt esetleg megválasztják, akkor a mentelmi jog megvédeni őt? Például igen, ez egy érdekes kérdés, de ezt már nagyon rövidre tudjuk zárni, ugye, és ne felejtsük el, hogy a mentelmi jog vonatkozásában, köztörvényes ügyekben az országgyűlés álláspontja egyértelmű, köztörvényes ügyekben az országgyűlés mindig, minden esetben mindenkinek felfüggeszti a mentelmi jogát. Egyedül a magánvádas ügyekben van az, hogy nem szavazza meg a képviselők többsége, hogy a magánvádas ügyben indult eljárás miatt felfüggesztik a képviselő mentelmi jogát. Világos, tehát akkor ilyen megfontolások nem állhattak a háttérben. Viszont volt egy másik megdöbbentő információ, hogy a börtönből is mozgatja a szálakat Ceglédi Csaba, vagy ezt jelenti, hogy ő ugyan a börtönben ül, de az ügyvédi irodája továbbra is az Altusznak dolgozik. Hát nem csak az Altusznak, hanem ugyanúgy továbbra is képviseli az MSZP és DK-s politikusokat, ugyanúgy utasításokat ad. Hát a számomra a legmegdöbbentőbb az volt, hogy a korábbi nyilatkozataim miatt személyiségjogi pert indított velem szemben, illetve Dajs Tamással szemben az Altus Portfolio Kft. És ebben a személyiségjogi perben a Ceglédi ügyvédi iroda, Ceglédi Csabának az ügyvédi irodája képviseli a felperest abban az ügyben, ami arról szól, hogy az Altus Portfolio Kft. Közel 200 millió forint kölcsönt adott Ceglédi Csabának, és ez miatt a kölcsönszerződés miatt ugye én a Nemzeti Bankhoz fordultam, és ezután indult el a pénzpiaci vagy pénzfelügyeleti eljárás az Altus Portfolio Kft.-vel. Tehát számomra tényleg megdöbbentő, hogy valaki a börtönben van, és ugyanúgy végzi a munkáját, és ugyanúgy irányítja a szálakat. Milyen jelek utalnak arra, hogy ez a kölcsön törvénytelen volt? Ugye most zajlik a jegybanki vizsgálat. Igen. Én
Megmondom őszintén, hogy már első ránézésre lehetett látni, hogy itt valami nem stimmel. Ugye rendszeresek voltak a kölcsönök, kamatkikötés volt, nagyon komoly fedezetet kellett Cegli Csabának biztosítani. Tehát mindenképpen az látszott, hogy itt egy haszonszerzés céljából történik a kölcsön. Aztán ugye ezt az egész kölcsönt azzal álcázták, ugye Gyurcsány Ferenc egy rossz pillanatában nyilatkozott a közszolgálati tévének, és azt mondta, hogy a Csaba mondta, hogy adja a kölcsönt, és én szóltam a Klárának, és akkor adtunk neki közel 200 millió forintot, azért, hogy a diákokat kisegítsük. Aztán a diákok nem kapták meg a fizetésüket, ugye a május-júniusi, júliusi bére a diákoknak lóg a levegőbe, nincs meg a 200 millió forint, nincs meg a 3,5 milliárd, amit a humán operátor nem fizetett be a költségvetésbe, tehát semmilyen pénz nincs meg, és úgy néz ki, hogy a Nemzeti Bank alapos gyanút lát arra, hogy az Altus Portfolio Kft. Jogszabályi engedély hiányában végezte ezt a tevékenységet, és ha ez igaz, akkor ez bűncselekménynek minősül, és ezért akkor eljárás kell nyitani. Azt mondta, hogy a kölcsön valódi célja haszonszerzés lehetett, hogyan keletkezett ebből haszon? Hát ha kamatkikötést tartalmazott, ugye nem is tudom, talán Dobrev Klára nyilatkozta legelőször, hogy az első kölcsönt ugyan visszakapta, de több mint 3 millió forint kamattal együtt. Tehát ez nem egy baráti kölcsön volt. Gyurcsány Ferenc baráti kölcsönről beszélt, hogy segítsünk Ceglédi Csabának. Ugye Ceglédi Csaba azért azt jó tudni, hogy a Gyurcsány család családi ügyvédje volt. Tehát nem csak az Altus ügyeit vitte, hanem a család ügyeit vitte, Gyurcsány Ferenc ügyeit vitte. Amikor engem először Gyurcsány Ferenc beperelt a Sókorói telekcsere vonatkozásában Ceglédi Csaba volt az ügyvédje. Tehát ezek mind olyan érdekes dolgok, nagyon mélyre nyúló összefonódás van itt az egész baloldal vonatkozásában, Botka Lászlót is ő képviselte, és akkor sorolhatnám még az MSZP és DK-s politikusokat. Tehát ok van, hogy Ceglédihez annyira ragaszkodnak, de én szerintem itt nem politikai ok, hanem pénzügyi okok vannak. Tehát Ceglédi Csaba pénzt csinált az MSZP-nek, a DK-nak, visszajuttatták a pártkasszába. A nyomozóhatóságnak meg az a dolga, hogy ezt kiderítse és kinyomozza. Zárójelesen kezeltük az ügyet, az eredeti ügyet, ugye, ami miatt tulajdonképpen Ceglédi Csaba börtönben van, 3 milliárdos csalással gyanúsítják. Van ennek az ügynek, vagy lehet politikai felelőse is? Természetesen. Szerintem teljesen egyértelmű, hogy abból, amit én itt próbálok megértetni, vagy elmondani a nézőknek, abból az következik, hogy a politikai felelősség egyértelműen Gyurcsány Ferencé. Tehát ez annyira jól látszik, hogy Ceglédi Csaba semmi más nem csinált, mint végrehajtotta azokat a manővereket, amelyen keresztül pénzt tudtak csinálni. Lényegében Ceglédi Csaba pénzt csinált. Ezt lehet strómannak nevezni, vagy lehet bárminek nevezni, de lényegében ezek a pénzek a pártkasszákba vándoroltak. És én ezért mondom, hogy teljesen egyértelmű ez a baloldal és Gyurcsány Ferenc korrupciós ügye, és Gyurcsány Ferenc személyében olyan markánsan megjelenik ebben az ügyben, hogy teljesen egyértelmű, hogy minden felelősség övé. Ugye, hogy Ceglédi Csabával mi lesz, arról dönt majd a bíróság, az Altuszra nézve milyen következményekkel járhat az az is, hogyha bebizonyosodik, hogy törvénytelen volt a kölcsön? Az Altusz az egy jogi személyiségű gazdasági társaság, aminek van egy tulajdonosa, meg van ügyvezetője. Ugye itt a felelősség teljesen egyértelműen Dobrev Kláráé, hiszen ő irányítja az Altusz cégbirodalmat. Tehát ha büntető eljárás indul ebben a kérdésben, akkor a felelősség mindenképpen Dobrev Klárát, a büntető jogi, a jogi felelősség. A politikai és erkölcsi felelősség Gyurcsány Ferencé. A jogi felelősség ebben a kérdésben Dobrev Kláráé. Mert ugye a jegybanki vizsgálat végén büntető feljelentés is. Igen, a jegybank két dolgot tehet, ha megállapítja a jogosulatlan pénzintézeti tevékenységet, vagy eltiltja a gazdasági társaságot ettől a tevékenységtől, vagy büntető feljelentést fog kezdeményezni, de én magam is készen állok arra, hogyha megkapom a jegybanktól a tájékoztatást a vizsgálat végén, hogy megtegyem a büntető feljelentést ebben az ügyben. Ezek milyen időtávban dőlnek majd el ezek az ügyek, akár a jegybanki vizsgálat? Én azt gondolom, hogy a jegybanknak minden olyan információ adat rendelkezésre áll, hogy ebben az ügyben nagyon rövid időn belül döntést hozzon. Ugye az én bejelentésem tavaly októberben volt egy adatgyűjtés, bekértek
szerződéseket, adatokat, információkat, és az alapján döntöttek úgy, hogy valószínűsíthető, hogy ez a tevékenység jogosulatlan pénzügyi tevékenységnek minősül. Ezt egyébként a jegybanka nekem január elején írt levélben le is írta, hogy alapos gyanú van arra, hogy az Altus és a Ceglédi közötti kölcsönök jogosulatlan pénzintézeti tevékenységnek minősülnek. Ugye az eredeti ügy, tehát a diák szövetkezetekkel kapcsolatos 3 milliárdos csalás, adócsalás ügye, az meglehetősen szertágazó, bonyolult és összetett ügy. Annak vajon mikorra járhatnak végére a hatóságok? Ugye valóban nagy az ügy, több mint 17 gyanúsítottja van. Ugye jelen pillanatban már csak 4-en vannak előzetesbe, a többi gyanúsítottat szabadlábra helyezte a bíróság. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a nyomozás folyik a maga medrébe, de itt van egy sokkal súlyosabb probléma, ugye a károsult diákok, aztán később kiderült, hogy nem csak diákokról, hanem nyugdíjas munkavállalókról is szó van, és kénytelen volt a kormány segítséget nyújtani nekik. Ugye körülbelül 2 héttel ezelőtt megkezdhették a kárigények bejelentését a kormányhivatalokban. Ez a határidő február 28-áig tart, akkor összegzik, és a bejelentések alapján meg fogják téríteni a diákok kárát, és majd a büntető eljárás során, ugye erre van egy parlamenti határozat, a büntető eljárás során ezt a kárt fogják érvényesíteni Ceglédivel, illetve a Humán Operátor ZRT-vel szemben, vagy amennyiben valóban bebizonyosodik, hogy ez a pénz pártfinanszírozásra ment, akkor az adott pártokkal, akár az MSZP-vel, akár a DK-val szemben. Budai Gyula, köszönjük szépen. Én is köszönöm a lehetőséget.